Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornán. Egy foodhaul videót szeretnék nektek megmutatni. A Lidlben és az Aldiban jártunk. Most nem Samuval, hanem az egyik barátnőmmel együtt mentünk vásárolni. A kajás részleg az egyébként itt van lent. Láthatjátok, hogy a macskák rögtön siettek megnézni, hogy mi is van itt. Épp most értem fel, úgyhogy még kicsit gondom van így a levegőztetéssel. Azért meglehetősen nehezek voltak ezek a cuccok, de hogy ne olvadjon ki semmi, meg ne legyen semmi túl sokáig szoba hőmérsékleten, így bizony neki kellett fognom ennek a dolognak. De még mielőtt rátérnék a kajás szekcióra, van itt néhány háztartási, illetve ilyen kis random apróság is, és akkor gondoltam, hogy ezekkel kezdeném. Először is voltam a Pepco-ban, ahol vettem ilyen 30 darabos, tudjátok, ilyen kis kapcsokat, amivel az acskókat, kinyitott tasakokat össze lehet zárni. 390 forint, nagyszerű ár érte szerintem. Van itt egy szemetes zacskó, ami a Lidlből származik. Én ezt szeretem a legjobban, egyszerű, meg nekem megfelel, mert viszonylag olcsóbb. Ebből van azt hiszem kétféle is náluk. Az egyik ez a húzó zsinoros, a másik meg talán csak ilyen szimpla füles. A szimpla füleset jobban szeretem, de ez sem annyira vészes. És itt van egy ilyen kis számlácska is, ami a Pepco-ból származik, és meg akartam nektek mutatni ezeket az edény vagy evőeszköz rendezőket, amikből kettőt is vettem, mert szeretném itt a konyhában így az új év kapcsán kicsit átrendezni a dolgokat. Bízom benne, hogy tökéletes lesz a fiókba. Ezt még így szét lehet húzni, lehet is itt látni, és akkor egy két oldalsó része még nagyobb lesz. Ez ugye 3100 forint, több helyen is amúgy lehet venni, nem csak Pepco-ban, viszont szerintem itt a legjobb áron kapható. Ugyanez van mindenhol. Azt hiszem itt a valamelyik ilyen butor áruházban, de nem a Mömaxban, talán Möbelix, nem tudom, ott is lehet kapni picivel drágában, hogyha véletlenül itt nem futnátok bele. És van itt egy ilyen kikkes szalvéta, 300 forint. Hát közeleg a Valentin nap is, gondoltam, hogyha valamit készítenék, akkor ez jól néz neki a fotókon, videókon. Néha napján szoktam szalvétákat venni, de nem túl rengeteget, meg így a hétköznapokban amúgy nem szoktam őket használni. De mindegy, úgyhogy van itt két ilyen rendező, szerintem nagyon-nagyon izgalmas. Majd meg fogom nektek mutatni, hát valamilyen blog videóban, hogy hogyan pakoltam bele, vagy legalábbis mennyire passzol, mert jelenleg teljesen káoszos ott a rendszer. Van itt egy edzős nadrág, ez a Lidlből származik, és LS méretben vettem. Egyébként ennél nagyobbat a Lidlben nem lehet venni. Mindjárt megmutatom, itt láthatjátok 44-46-os, rám ezek általában mindig jók szoktak lenni, ez pedig egy kifejezetten ilyen gumírozott változat, és 3500 forint körül volt, vagy 3290, tehát 3000 forint fölött, de 3500-nál nem több, hogyha valakit érdekel. Nem ez a tipikus fényes leggings, ami hát nem is tudom, ilyen nagyon ezüstösen fénylik, hanem annál egy ilyen pamutosabb, puhább, belül pedig egy kicsit ilyen gyapjasabb anyagból van, mint hogyha tudjátok, egy kicsit a melegebb kategóriából származna. Hát ezt edzésre, zumbára vettem, arra szerintem tökéletes, vidám, jópofa színe van, úgyhogy semmi extra, nem volt már belőle, úgyhogy emiatt, hogyha pont elleset szeretnétek, ne is induljatok, mert már csak ilyen félig kibontott darabokat találtunk, és azokból voltak LS méretek. Egyébként fekete még van, de nem túl izgalmas, és ahhoz képest pedig szerintem máshol is lehet ennyi pénzért kapni. És akkor itt van a háztartási szekció, amiben is hoztam ismét mosogató szivacsot. Van még itthon néhány darab, de szeretem, hogyha nincs teljesen lefogyva itthon a készletem, és van néhány ilyen frossos tisztítószer. Most ezekre ilyen 35 szöröző pont bigyulusz járt a DM kártyával, erre amúgy Emese hívta fel a figyelmemet, mert megmondom őszintén, hogy én így nem vagyok benne jelenleg ezekben a DM-es vagy rosszmanos, meg nem tudom milyen extra kártyáknak a pontgyűjtőjében, annyi, hogy használni szoktam eddig is a kártyámat, de nem aktiváltam külön így dolgokat, de mondta pont, hogy a tisztítószerekre is, tehát ilyen mosószerekre is, valamint a frossra is jár, úgyhogy végül is ott az üzletben gyorsan letöltöttem, és aktiváltam, mert tudtam a kártya adatait, úgyhogy jól jártam, és így extraként mondjuk 10 pár pont helyett kaptam majdnem 300 pontot, és akkor így ez majd forintba átváltható lesz a későbbiekben. Hát majd ki fog derülni, hogyha nagyon ügyesen fogom tudni azokat vásárolni, amiket amúgy is szoktam, és még be is lehet őket ugye ilyen pontszorzóval
bónuszozni, akkor kíváncsi vagyok, hogy mennyit fogok tudni összegyűjteni. Na, ennyi a háztartás, még egy ilyen mosószer, amit egyébként már többször láthattatok nálam. Igazság szerint van még itthon, több mint egy fél, hát ilyen csomaggal, de erre is járt most ugye a kedvezmény, és hát akkor gondoltam, hogy nem probléma, mert ugyanezt szoktam használni, és a szekrényben tökéletesen el fog lenni. Amúgy nincs is szekrényem, tehát hogyha mosdó alatt egy ilyen kis elhúzható, függönyös kis tároló van, oda szoktam ezeket berakni, úgyhogy semmilyen extra szekrényként. Aki pedig rákcsál, az nem más, mint Luna, mert pont most jött rá, hogy ő is szeretne ebédelni. Na mindegy, úgyhogy ezeket elpakolom, és akkor rá is lehet térni a kajás szekcióra. Ahogyan említettem, Lidl és Aldi az, ahol mi ma jártunk. Gyorsan kipakoltam mindent az asztalra, mert nekem, ahogy említettem, így kicsit könnyebb, gyorsabb, nem annyira zörögnek, csörögnek a tasakok. Hát nem tudom, mennyire fogjátok látni, de azért nincs teli az asztal, és itt az Aldiból vásárolt dolgokat, illetve a Lidlből vásárolt dolgokat is már láthatjátok. Az Aldiban közel 8000 forintot, a Lidlben pedig 29000 forintot költöttem, viszont Somu mamájának is vásároltam. Nem egetrengető mennyiséget, viszont volt benne egy 12-es karton tej. Ugye a tejnek a darabja, amit ő választott, az ilyen 200 forint, illetve még mondjuk néhány apróságot, tehát azért egy ilyen 5-6000 forintot biztos le kell belőle vonni. Közben Luna szeretne belebújni a lent lévő táskákba. Hát ide ledobtam őket igazából, mert össze kell őket majd szépen hajtogatnom, de hát minden álma, hogy az egyikbe bele tudjon szépen feküdni, csak nem tudja, hogy hol van a bejárat, úgyhogy nem akarom szegényt elküldeni, mert összességében meg szoktam neki engedni, de ha valaki zörög és csörög, akkor ez ő lesz. Na, akkor rá is térhetünk gyorsan itt az Aldis szekcióra, megpróbáltam azért nagyjából szétválasztani őket. Van itt 20 darab tojás, már többször említettem, hogy nekem az Aldis általában szebb, jobb, olyan, mint hogy a tisztább területen tárolnák, mint a Lidlben, viszont amióta átrendezték itt a szegedi Lidlt is, ahova én járok a napfényparki részlegbe, szerintem itt sem olyan rosszak, és szebben tudják tárolni. Nem ilyen óriási nagy tároló ládákban, amiben már az alsó össze van törve, és mindennek ilyen undorító, büdös illata van, úgyhogy ennek azért már tudok egy plusz pontot adni, úgyhogy ennek örülök, de maradtam az Aldinál, mert szintén régóta szépen tárolják, nem 5000 darabot egymás tetején. Na mindig, ez csak ilyen kis tojás információ. Hoztam csirkemell sonkát, ezt a változatot még úgymond szeretem, mondtam nektek, hogy a Lidlben kaphatóra ráuntam. Egyébként ennek is az összetétele nagyon-nagyon szép. Azt hiszem, valamennyivel drágább, mint a Lidlben kapható, és kisebb is a kiszerelése. A másik azt hiszem 200 grammos, ez viszont 150 grammos, és majdhogy nem ugyanannyiba kerül, hanem drágább, még így is. Van itt ez a másik változat, ami szintén az Aldiban kapható. Múltkor egy ilyen zöld fűszereset, most pedig ezt a paprikásat vettem, nem tudom, hol fogjátok látni. Itt egyébként paprikás csirkemmel, és 92%-os hústartalommal, viszont ennek kicsit izgalmasabb az íze, úgyhogy azért döntöttem, hogy ismét hozok belőle kettőt. Akciós volt ez a spekulációs keksz, aminek az alján még mandula szeletek is vannak. Hát, nem mondom, hogy ez egy ilyen kimondottan egészséges vagy szuper snack, de úgy döntöttem, hogy 460 forintért egyet hozok. Hát egy ilyen 200 forintos spórolás volt rajta, és majd szépen be fogjuk osztani. Látni fogjátok, hogy hoztam többféle fokhagyma variációt is, mert én nagyon szeretem a granulátumot. Ez a Lidlben kapható, ez a fokhagyma granulátum, és ez is fokhagyma, igazából granulátum, viszont ilyen szeletelt darabban, azt írja egyébként fokhagyma pehely. Ebből 3 üveggel is hoztam, nekem sokáig elegendő, nektek is tudom mindkettőt javasolni, ez nem fokhagyma só, azaz nem fogja elrontani úgymond az ételeknek úgy az ízét, hogy esetleg túl sóznátok. Ennek én kimondottan örülök, úgyhogy ezt szoktam általánosságban használni a friss mellett, bár a frisset már többször mondtam, hogy én így nagyon szeretem, finom íze van, szuper, sok mindenhez azt szoktam használni, de sajnos így a gyomrom nem bírja. Most a Luna pedig a kis karton dobozzát tépi, mert ideges lett, de tekintsünk el ettől, és próbáljunk úgy viselkedni, mintha nem hallottuk volna. Luna, ne kiabálj, Luna. Linkster meg itt figyel, hogy az mit csinálod hátul. Onnan óbégat a karton dobozzából. Hoztam most az Aldiban kapható ilyen, hát nem tudom, magvas bagetteknek nevezzük ezeket, nem tudom, mennyi teljes körlésű liszt van bennünk. Ezeket szoktuk szeretni, hasonló a Lidlben kaphatóhoz, már több helyről vettem ilyet, és ez egy ilyen megmentő
koncepció, hogyha véletlenül nincs itthon kenyér, nem főzök, valami úgy alakul, hogy nem tudunk mit tenni, akkor gyorsan bedobom ezt így egyszerre a sütőbe, tehát 4 darab nem elegendő, de a 8 az meg picit sok, de mégis megszoktam ugye sütni, nem csomagolok vissza 2 darabot, vagy nem fogyasztom le félkészen, és 10 perc alatt elkészül. Úgyhogy annál gyorsabban pedig friss kenyeret készíteni, vagy hozzájutni nem tudunk, úgyhogy nekem ez ilyen jó kis alternatíva. Van itt egy ilyen különleges, hát szörpszerűség. Azt írja, hogy szilvás, fahíjas, ízű, deres, szilva. Ez a Lidl-ben kapható, hát nagyjából 370 forintba kerül. Nem tudom, hogy milyen lesz. Még a múltkori 2 kaktuszosat sem bontottuk ki. Sőt, még az alma léből, amit egy hete vettem, 2 teljesen bontatlan. Úgyhogy nem vagyunk üdítő vagy szörpöcske, meg ehhez hasonló nélkül. Ez pedig csak úgy megtetszett, és gondoltam, hogy akkor egyet hozok majd belőle. Itt középen vannak a gyümölcs és zöldség szekciók. Hát gyümölcsből túl sok mindent nem hoztam, banán is majdnem 500 forint, narancsból még van itthon, almából még van itthon, körtének valamelyiknek már 1400 forint a kilója, úgyhogy megmondom őszintén, annyira nem érintettek most. Van itthon fagyasztott gyümölcs, amit még viszonylag jó kor tudtam venni, mert nem volt ilyen elképesztően magas az ára, úgyhogy majd esetleg smoothie-t, vagy bármi ehhez hasonlót fogok tudni belőle készíteni. De láthatjátok, hogy hoztam lilahagymát, ez akciós volt az Aldiban, 200 valamennyi forintba került. Van itt karalábé, gyönyörűen néz ki egyébként a zöldje is, és maga a feje is. Nem is volt túl drága, úgyhogy 2 is hoztam belőle. Én nyersen is szeretem, sőt, talán úgy még jobban is, de akár főzeléknek, meg hogyha sokat vettem volna, hogyha lett volna egyáltalán, akkor én még a töltött karalábét is nagyon-nagyon szeretem. Van ilyen kvamkat, what? Ki sem tudom mondani a nevét. Tudjátok, ezt héjastól meg lehet enni, megmossátok, és nagyon nagyon-nagyon kellemes íze van. Hát itt írja, kvamka, hogyha valakit esetleg érdekel, amúgy fotózáshoz nagyon szép, amikor tejbe vágja az ember, úgy néz ki, mint egy mini narancs, és egyszerre savanyú, kesernyés és édes, jó pofa. És ez viszonylag kis mennyiség, de 1-2-nél többet az ember nem tud megenni, és ahhoz képest pedig 500 valamennyi forintba került, úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor ebből egy picit hozok, és akkor egyrészt a fotók miatt is, másrészt, mert izgibb, mint egy banán vagy egy narancs, úgyhogy ezt hoztam. Van itt egy zacskó gomba, most ez a Lidl-ből származik, mert szép volt, és gondoltam, hogy akkor ez egy jó kis hát reggelinek is, meg akár főzni is lehet belőle, mert annyit hoztam, hogyha úgy adódik, akkor valamit össze lehetne belőle ütni. Van itt 2 darab kígyóborka, Lidl-ből származik, szintén akciós volt, 230 valamennyi forintba került, úgyhogy most ezt hoztam, múltkor említettem, hogy csak biováltozat volt, és majdnem 400 forint volt darabja, de azért a 230 kicsit jutányosabb. Hát bízom benne, hogy azért finom lesz az íze. Hoztam hát fehérrépát, zöldséget, gyökeret, kiminek szeretné nevezni, majd egy bablevest fogok főzni, és hát abban néha szoktam belerakni, bár megenni nem szoktam, mikor megfőtt. Az ízét azt nem utálom, és hasonlóan vagyok így egyébként az Eller gumóval is, hogyha nagyon apróra van vágva, akkor megeszem, esetleg lehet ezt is nagyon-nagyon-nagyon leaprítom, akkor úgy meg szoktam enni, de hogyha hasonlóan, mint a répa van benne, akkor egyszerűen nem szeretem. Gyerekkoromban sokszor ettem olyat, ami nagyon-nagyon fás volt belül, nem lehetett úgymond elharapni, és én akkor úgy meguntam ezt a témát, bár lehet, hogy most egyébként finomabb lesz, úgyhogy annyira az ízével nincs semmi bajom, az állagát azt nem mindig szoktam kedvelni, de amúgy megedném, hogyha úgy adódik, szóval ne azt higgyétek, hogy én annyira fényes lennék a zöldség terén. Itt van egy kis csomag, 3 darabos biocitrom, igazából van még itthon néhány darab, aminek a héját lereszeltem az ünnepek környékén, azok már lassan kezdik feladni, nagyon-nagyon kiszikkadtak, de majd megpróbálom őket gyorsan, frissen valami teához még kifacsarni. Ott van hátul egy ilyen kápia paprika csomag, ami jelenleg az egyedüli paprika, ami fogyasztható a Lidl-ből, a többinek borzasztó íze van. Lett volna a Kalifornia paprikára akció, de már egy sem volt belőle. Ott van egy kis csomag, ilyen szuper édes, fél kilónyi csemege kukorica, az megy a fagyasztóba, csak úgy, mint az itt látható lazac szeletek is. Múltkor a Zaldiban vettem lazacot, és akkor az majd így az egészséges heti menüben is benne fog lenni, de lehet, hogy még ebből is csinálok egy olyan alternatívát, amit én így szeretek, és azt is megmutatom nektek. Van itt 2 darab kevesebb, mint fél kilónyi, tehát darabja kevesebb, mint fél kilónyi sertésszűz, ez is bemegy a fagyasztóba, konkrét recept még nincs hozzá tervezve. Hoztam 2 darab habtejszínt, ezt a 30%-osat, ez is csak, hogy legyen itthon, hogyha valami tejszíneset főznék, annak ellenére, hogy nem kifejezetten az egészséges menübe illeszthető dolog ez a zsíros tejszín, én azért szoktam vele kísérletezni és készítgetni, akár garnélával, akár csirkével, spenóttal, mindennel összeturbozva, és akkor valamilyen könnyedebb körettel, esetleg mondjuk
rizssel, bulgurral, kinoával, tehát nem feltétlenül tésztával, vagy ehhez hasonlóval. És van itt egy ilyen meggyes sör, ezt múltkor vettem, akkor szintén hármat, mindannyiunknak nagyon tetszett, most akciósabb volt az ára. Régebben már pár éve ittam, és most jobban tetszett, mint akkor, úgyhogy úgy döntöttem, hogy hozok még belőle, mert szerintem kellemes kis söröcske volt, nem édes, hanem inkább savanykásabb, de írja is itt a tetején, hogy savanyú, gyümölcsös, és hát nagyon picit bitter. Közepesen savanyú, nagyon-nagyon gyümölcsös, és kicsit se keserű, úgyhogy egy finom változat, hogyha még esetleg nem ittatok volna. Itt még a hús szekción belül van sertés darált hús, 7%-os, 3 csomag ilyen fél kilós GMO-mentes csirkemellfilé, ezekből fogok a héten dolgozni. 15-ig jó ennek az eltarthatósága a hűtőben, tehát nem kell fagyasztóba rakni feltétlenül, mert hogy nem tudom berakni a fagyasztóba, mert nincs benne hely. Ugye ezt ilyen 0 és 2 fok között lehet tartani, a másikat pedig mínusz 2-4 fok között egészen 16-áig jó. És akkor így oldottam meg múltkor is, hogy csak simán a hűtőben voltak, beszélni ezt nem tudok. 5 liter tejmet elfogyott, amit múltkor hoztunk, úgyhogy már csak egy megbontott van a hűtőben. Hoztam egy porcukrot, csak úgy, hogyha valamire hirtelen kellene, főleg így a fotózás, vagy nem is tudom, ha fánkot fogok készíteni, és azokat szeretném szépen lehinteni, azokra jól szokott jönni. Van itt sertés combsonka, ez a Lidlből való felvágott szekció, mert én ezt onnan szeretem, Samu meg tud a másikokból válogatni, öcsém pedig ezt a változatot, a szerzetes szeletet szereti, ez nem mindig kapható, de hogyha igen, akkor szoktunk belőle venni. 3 különböző típus is van ebből a német felvágottak, vagy valami ilyesmi elnevezése van. Ennek a 3 különböző típusnak van kék, piros, meg ez a zöld, de lehet, hogy nem írja. Na mindegy. Úgyhogy mi ezt szoktuk belőle, ott van hátul zsírszegény krémtúró. Azt vettem észre, hogy ezek a dobozos krémtúrók szebbek, jobbak, és kellemesebb ízzel bírnak, mint a zacskós társai. És nézzétek, hogy mennyiben tovább eltartható. Hát nem tudom, esetleg raknak-e bele valamit. Itt meg tudjuk nézni, hogy mi van benne, vagy sehol nem tudjuk, hogy ennyi van benne. Hát igen, ennyi. Úgyhogy itt benne semmi különlegesség. Na de az a lényeg, hogy ez jobban eltartható, úgyhogy amiatt döntöttem emellett, és az egészségesebb heti menühöz is szükségem lesz rá. És itt van egy óriási nagy 1 kilónyi guda sajt, amiben az volt a király, hogy 2000 forint. Úgyhogy ez ilyen extra akciós volt. Ez ugyanaz, amit szoktunk venni, viszont fel van szeletelve, nincs közötte fólia meg semmi. Úgyhogy nagyon-nagyon praktikus, hogyha valaki gondolja, le tudja választani mondjuk ilyen 250 vagy 300 grammos porciókra, és utána be tudja rakni a fagyasztóba, és akkor onnan ki tudja majd venni, hogyha esetleg náluk nem fogy el egy-két héten belül. Mi szerintem nagyon gyorsan a végére jutunk, mert ilyen nagy sajtrajongók vagyunk, de egyébként szerintem nincs olyan, hogy felbontás után mikor kellene megenni, de felbontás után ott tároljuk, minél hamarabb fogyasztuk el, hát akkor bontsátok szét esetlegesen, és legyen bent a fagyasztóban. Na, mindegy, úgyhogy ennyi lett volna ez a Food Haul videó, illetve hát majdnem megbújt itt egy újabb különleges sörválogatás, ezt szintén a Lidlben találtam, ebben 4 darab van, és 1600 forintba került, ugyanúgy ilyen 3,3 decis darabok vannak benne, tehát nem fél literesek. Hát a múltkori, amit megvettünk, az a 6-os szett. Nem dobtuk el az agyunkat, sőt, egyik sem lett belőle a kedvencünk, volt benne mézgyömbér, volt benne ipa, és volt benne porter. Hát talán a porter volt egyedül iható. Nekem még van belőle egy ipám, úgyhogy ezt meg fogom még kóstolni, tehát kíváncsi vagyok ezekre is. Azt írja, szilvás búzasör, van benne meccsör is elvileg, ez egy prémium ipa. Az ipákat általában én szoktam kedvelni. Van egy apa is, ez az American Pale Ale. És itt a meccsör. Hát ez is búzás, kíváncsi vagyok, hogy milyen. Ez kicsit kedvezőbb áron volt, de vissza sem tudom őket pakolni. Na, úgyhogy azt hiszem, mindent megmutattam. Említettem nektek ugye az árakat.
olyan nagyon-nagyon exkluzív dolgot nem vettem, talán ezek a sörök 1005, meg szintén 1005, úgyhogy 3000 forint, más valami 3500, mondjuk azzal a kis bogyókákkal együtt, illetve még én ittam egy ilyen kakaót, mert lassan, hogyha oda nézek, 3:30 van, úgyhogy ma még nem ittam, nem ettem semmit, hazafelé, mikor ideértem, akkor amíg a Samu lejött segíteni felcipelni a dolgokat, addig megittam ezt, úgyhogy kellett valami táplálék. Azt hittem, hogy majd közben szépen meg tudom iszogatni, de meg is feledkeztem róla. Úgyhogy megmutattam nektek a kis pepkós és hát nem is tudom, még a kis mini kike szerzeményt és a DMS dolgokat, illetve az itt látható alapanyagokat, és ahogy említettem, ilyen egészséges heti menü is készül, úgyhogy azt is hamarosan látni fogjátok a csatornán, és valamilyen vlogos videóban pedig találkozni fogtok ezekkel a rendszerezőkkel majd így használat során, hogy hogyan sikerült elpakolnom, illetve valószínűleg meg is osztom majd a képet, hogy aki esetleg szeretne még ilyet beszerezni, az be tudjon. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, megnéztétek ezt a videót, tudjátok, hamarosan újra találkozunk, de addig is. Sziasztok!